Sziasztok! Muszáj egy kis hírt adnom magamról, pedig megfogadtam, hogy most azért egy jó pár hétig aktívan fogok pihenni. Nagyon-nagyon sokan láttátok a videómat, és nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam csupa jó kívánságokkal. Az is igaz, hogy volt közte egy pár érdekes hozzászólás is, de minden esetre nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, aki küldte az energiát. Most már jól vagyok. Ugye 3 héttel ezelőtt volt a rekonstrukciós műtéten. Azt remélem egyébként, hogy mostanra már kiderült mindenki számára, hogy tehát ugye ez egy rekonstrukciós műtét volt, és az életmentő, illetve a márák miatti dupla masztektómián tavaly estem át, de erről nem is szeretnék most beszélni, mivel erről már készült videó, úgyhogy mindenki vissza tudja nézni. Egy pár mondatban összegezném, hogy mi is történt a kórházban. Ugye kedden reggel megműtöttek, ez volt 3 hete. Egész jól voltam a műtét után, aztán estére megtörtént a baj. Óriási fájdalmaim voltak, panaszkodtam, hogy nagyon érzékeny a szorítókötés feletti terület, majd el is látott az ügyeletes orvos, és hát nagyon-nagyon sok vér távozott le a dréncsön keresztül. A következő napok pedig arról szóltak, hogy a vérvesztesség miatti hemoglobin szintemmel mi legyen, mert oly mértékben elkezdett csökkenni, hogy tehát első körben azt is feltételezték, hogy további vérzés áll fenn, és emiatt fel kell, hogy nyissák a mellemet újra. Hála Istennek a sebészem ezt kizártam, így betudtuk az első este elvesztett vérmennyiségnek ezt a hemoglobin szintcsökkenést, de nem zárták ki, hogy amennyiben ez nem áll helyre egy-két napon belül, akkor viszont vérre lesz szükségem. Ennek azért nem örültem, mert sajnos a kemoterápia miatt eléggé tönkrement az érhálózatom, a vénáim, és sajnos ez alatt a pár nap alatt annyiszor sikerült rosszul megszúrniuk, illetve hát mégis egy hölgy nem tudott szúrni rendesen, az összes többi nővér és ápolónak sikerült elsőre. Szóval, hogy visszatérjünk a vértranszplantációra, nem volt már épp vénem, úgyhogy egy kicsit paráztam, hogyha mégis vérre lenne szüksége, akkor ezt majd hogy fogják megoldani. De általában ilyenkor vagy a nyakon, vagy pedig a lábon keresnek egy vénát. Egyiket csak szerettem volna átélni, mivel ugye tűfóbiám is van, szóval. De erre szintén nem szeretnék most kitérni, így 3 hét távlatában azért már másképp gondolok vissza, és örülök, hogy túl vagyok ezen az egész kórházi herceurcán. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon boldog voltam, amikor először megláttam a melleimet, végre láttam ott valamit, ami mellnek mondható. Meg is sírattam, emlékszem, a kórházban egy nagyon-nagyon boldog pillanat volt. Hozzá kell tennem, hogy a 3 napos rettegés után, hogy vért kell, hogy kapjak, sikerült felturbózni egy kicsit a hemoglobin szintemet, ehhez hozzásegített
természetesen az a vitamin mennyiség, illetve vasat és konkrétan B-komplexet ajánlottak, hogy, nagyon, hogy kezdjem el szedni, illetve vörös bogyós gyümölcsleveket, illetve céklalevet fogyasztottam elég nagy mennyiségben. Ezzel sikerült is elérni, hogy elkezdjen növekedni ez a hemoglobin szint, de a vasárnapi vérvételnél ez még mindig csak egy 90-es értéket mutatott, ami még azért jóval alatta volt altár érték alatt, viszont megígérték, hogy ezzel az értékkel ők már hazaengednek. Úgy gondolják, hogy ez javuló tendencia, és hogy a szervezet megoldotta ezt a problémát, tehát hogy elkezdődött a vérképzés. Úgyhogy nagyon vártam a hétfői napot, amikor ugyanis a sebészem eltávolította a dréncsöveket, és jöhettem haza végre. Úgyhogy nagyon nagy volt az öröm. Azt még hozzá kell tennem, hogy az egészségi állapotom szombati naptól fennállt egy komolyabb hasmenésem. Minden esetre ezzel hazaengedtek, viszont itthon sajnos ez odáig fajult, hogy nagyon nem volt már erőm. Egy korty víztől is rohantam a WC-re. Eléggé megviselt, mert teljesen legyengített, nem nagyon volt erőm tényleg semmihez, úgyhogy még mielőtt bementem volna a kórházba emiatt, egyeztettem az orvosommal, aki azt tanácsolta, hogy ezt a nagyon erős antibiotikumot, ugye, amit már a 7. napja szedtem, azt hagyjam abba. Valószínűleg ez készítette ki a beleimet, hát igaza is lett, és onnantól kezdve, hogy abba hagytam, minden visszaállt a régi kerékvágásba, sikerült ennem, innom, és egyre több energiám lett. Egy héttel ezelőtt kivették a varratokat, akkor már lehetett látni, hogy na, akkor kezdjük az elején. Maga a műtét jól sikerült, de a jobb oldali tumoros, tehát a tumoros oldal az egy kicsit más, mint a bal oldal. A bal oldal az teljesen rendben van. Tumoros oldalnál, ugye ott eleve egy nagyobb bőrterületet is el kellett távolítani még tavaly, és a tágítási folyamat is igaz, hogy ugyanabban az ütemben támult, de valamiért kisebbnek hatott, már az expanderek töltési folyamata során is, amikor ugyanolyan mennyiségű oldat volt már mind a két expanderben. Na, most ez a különbség szintén látszik, de biztosítottak arról, illetve a sebészem biztosított arról, hogy amennyiben ez egy pár hét múlva is így marad, tehát hogyha nem áll be oly mértékben ez az oldali implant is, hogy minimálisra csökkentse, hogy csökkenjen a két implant közötti különbség, akkor természetesen ezt ő nagyon szívesen korrigálja, illetve hát majd az én döntésem lesz, hogy mit is szeretnék. Minden esetre lehetséges, hogy lesz majd még egy műtét, de erről elég korai lenne beszélni. A lényeg az, hogy a vlogomat folytatni fogom. Ugye a videók ott maradtak abban, hogy az első kemő után elkezdett kihullani a hajam. Úgyhogy egy kicsit felkavaró videóval fogom folytatni. Majd, ha lesz kedvetek, akkor megnézitek. Illetve itt a háttérben már készül valami nagyon jó dolog.
Remélem, hamarosan erről is el tudok árulni nektek egy-két dolgot. De addig is még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, aki küldte az energiát, aki imádkozott értem. Higgyétek el, hogy a gonosz nem szállt meg. Le voltam gyengülve, de most már erős vagyok, és hamarosan a hó végén megyek a következő kontrollhoz szükséges vizsgálatokra. Vérvételre, CT-re. Nem mondom azt, hogy félek, mert nem félhetek. Nem. Kőkeményen csinálni kell végig, és végig is fogom csinálni. Úgyhogy sziasztok! Hamarosan jövök azzal a videóval. Puszi nektek!